Kőszegen az önkormányzati bérlakások aránya a település nagyságához mérten nagyon magas volt. 20 évvel ezelőtt még meghaladta az 1500 bérlakást. Ez a mára már jelentősen csökkent. De tulajdonképpen önkormányzati rendeleteknek meg a törvényi lehetőségek miatt nagyon sokan megvásárolták a bérlakásokat. Pillanatnyilag az önkormányzati lakásállomány 330 fölött van. Ez egyébként még mindig kiemelkedik a hasonló nagyságú települések vonatkozásában. Jellemzően nagyon sok rossz állapotú lakás maradt meg, amit a bérlők vagy nem tudtak, vagy nem akartak megvásárolni, és nagyon magas az úgynevezett műemléki környezetben lévő lakásoknak az aránya is. Ezekről azt kell tudni, hogy ezeknek a karbantartása, fenntartása az jóval költségesebb, mint egy átlagos bérlakás esetében. Tehát jelentős terheket ró az önkormányzatra is, illetve hát ránk, mint kezelőre. Amit tudni érdemes, és hosszú ideje probléma már az önkormányzatokkal, illetve velünk szemben a kint lévőségeknek a nagyon magas összege. Én úgy tudom, hogy ez országos jelenség, és sokat foglalkoznak vele. A mi esetünkben is a göngyölített kint lévőség a lakbérek és a közüzemi díjak vonatkozásában meghaladja az 50 millió forintot. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat ennek a kezelésére, illetve hát egy szigorúbb adósságkezelésre kért bennünk, ugyanezt tette a felügyelőbizottságunk is. Ezért több fronton is megpróbáltunk ebben az ügyben hát eredményeket elérni. Lehetőséget biztosítottunk a bérlőinknek részletfizetésre, illetve részt tudnak venni adósságkezelési programokban, amit az önkormányzattal közösen kezelünk, illetve adunk lehetőséget. Tulajdonképpen emellett egy nagyon szigorú behajtási rendszert vezettünk be, akinek a tartozása meghaladja a két havi bérleti díjat, azt első lépcsőben felszólítjuk, és amennyiben erre nem reagál, ott megindítjuk a hivatalos eljárást, aminek a vége, a legvége, amit persze igyekszünk elkerülni, ez a bírósági ítélet, illetve a bírósági végrehajtás. Néhány jellemző számot mondanék. Az elmúlt évben, tehát 2013-ban 14 bérlőnek mondtuk fel a bérleti jog viszonyát végső megoldásként, több mint 116 felszólítót küldtünk ki, 66 bérlővel sikerült részletfizetési megállapodást kötni, és eredményként kell elkönyvelni, hogy a kintlévőségek növekedési üteme megállt, sőt csökkent. Már az előző évhez képest a kintlévőségek mértéke mintegy 1 millió forinttal kevesebb lett. Természetesen vannak olyan kintlévőségek, amit valószínűleg már nem fogunk tudni behajtani. Ezeket majd a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell kezelni, tehát mint behajthatatlan követelést, amikor ezt már többfajta dokumentum is alátámasztja, le kell írni. Addig pedig mindent megteszünk, hogy rendezni tudjuk ezeket a kintlévőségeket, hiszen amennyiben ezek nőnének, az veszélyeztetné az ingatlan kezelésnek az eredményességét, és tulajdonképpen azoknak a rovására is menne, akik rendesen fizetik a lakbért és a közüzemi díjakat.